Hali interneti gól, is itt lennék a Hősök Réme 5. évad másik rész kritikájánál, vagyis az első résznél, mivel ez folytasson a 4. évad végén látott történéseket, most kapjuk meg az Endeavor vs. Snowmo harc utáni befejezést, hogy mi történt a harc után, és megkapjuk Deku álmát is, vagyis végre egy év után láthassuk Deku álmát, erre egy éven át. Mielőtt elkezdenénk a 5. évad kritikáját, el szeretném mondani, hogy ha még nem iratkoztál fel a csatornámra, tedd meg, mert csomó Hősakadémiás tartalom van a csatornán, legyen az fordítás, vagy kritika, vagy teória, meg amúgy is minden héten szombaton érkezik az 5. évad kritikája, mint most, például mayan ugye a 5. évad harmadik rész, és hamarosan megkapjuk azt magyar fordítással, és ezért csinálom így, hogy minden szombaton jön a kritika, amikor jön az új rész az animének, szóval ez szerintem így jó lesz. Ava kezdődött, ami a negyedik évad végén történt, vagyis az Endeavoros harc utáni rész, ahol ugye legyőztem már a Nómut, és hát oda sétált Debi a gonoszok ligájából. Debi ugye egy olyan gonoszok ligája karakter, aki számomra mindig ilyen nyugodt, Deep karakter volt inkább, aki, de annyira nem észreltem azt, hogy ő, ő Hát gonosz, mert azért csak ölt embereket, meg gyújtogatott, de nem észleltem azt, hogy van egy kis uh, sziopata lelke, sziopata része ennek a karakternek, de lehet most fog egy egy picit jobban megnyílni, és lehet, hogy Endeavor felé. Uh, nagyon jól nézett ki, ahogy körbekerítette őket Kék Lánggal, nagyon jól nézett ki a Kék Láng. Ez a Kék Láng tényleg tök menő volt, és David sevegni akart Endeavorral, de ugye Eléggé gyanús volt az, hogy ott volt Hoax is, és uh, azt mondta, hogy segít neki, van még egy pár uh, tolpihéje szegénykének. És ugye, amit láttunk az előzetesben, hogy Hoax uh, és Debbie ugye beszélgetett is, lehet, hogy szövetkeznek emiatt, eléggé veszélyes lehetett ez uh, ende volnak, hogy lehet, hogy megtámadják mind a ketten, és akkor tényleg kiderül az, hogy Hoax el első uh, számú hős helyezésre pályázik, mert uh, ez is. Uh, megfordult már az anime rajongók fejébe, hogy neki csak az első hely kell, és uh, igazából csak ki akarja nyiratni Debivel uh, Ende volt, emiatt szövetkeznek. Cserébe Debi is uh, megölheti például Ende volt valamiért, mondjuk miért ne meg az első számú hőst. Aztán neki akart támadni Debi Endeavoréknak, de megérkezett a túl nővére, tapsi hapsinak, Rumi, aki egy rugással így az elintézte ezt a támadást, és megállította Debi. És Debi húzni is akart, és kijött a szájából ez a Hát tegnap néztem meg a Venom filmet, szóval kijött belőle ez a fekete trutyi, ami tényleg Venomra hasonlít. Lenne egy kérdésem. Nekik ez egy pici se undorító, hogy kijön a szájukból ez a fekete trutyi? Egy kicsi okay, oké, gonoszok, oké, megélték már a legrosszabbat is, amiatt lettek ilyen gonoszok, meg stb. De akkor is fekete trutyi van a, a belükben, és ez nekik nem undorító. Azért bárki lehet egy sorozatgyilkos, vagy egy sziopata, azért egy fekete trutyi, aki jön a gyomorodban, attól én elundorodnék. Kiat is el is húzta a csíkot Debbie, és uh, itt megkaptuk azt, hogy... Uh, valami kezdődik Endevor és Debbie közt, és uh, nagyon tetszett, amikor még az elhúzás előtt Debi uh, üzente Endevónak, hogy uh, meg nem merjen halni, és a nevén szólította. A hivatalos nevén szólította, nem a hős nevén, a hivatalos nevén szólította volt. És ez számomra nagyon érdekes jelenet volt, és ez azért volt annyira érdekes, mert Debbie nem a hőst szólította fel, hogy ne halljon meg, hanem maga a személyt. szóval ez, ez, ez nagyon személyes üzenet volt. De rajongóban meg, megfordult ez, hogy uh, igazából Hawks csak a első helyre pályázik, hogy valamilyen ki akarja nyiratni Ende volt, de nem, igazából ő egy beépített ügynök, megkaptuk ezt a rész is, hogy két nyomozóval beszél, ahol uh, elmondták neki, hogy jó lenne, ő egy beépített ügynök lenne, és közelebb félközne a gonoszok ligájához, és Sigarakihoz is, ugye, mert az Alfonvánval történt események után eléggé, hogy mondjam, kitörolódott ez a médiába, és ha nem juttak jobb belátásra ebben a kapcsolatban, akár nagyobb gond is lehet. És kaptunk egy kis flashbacket, ahol láthattuk Hawksot uh, gyerekként, ahogy megmentett néhány embert, és a kezében ott volt egy Endeavor plusz szó. Szóval. Ez a visszaemlékezés lehet csak annyit akart megmutatni nekünk, hogy Hawks hogyan lett ilyen fiatalon remek hős, és hogy uh, neki lehet a példaképe Endeavor volt. De Endeavor uh, ment hazafele ugye a kórházba végre kiengedték, elkísérte ugye Hawks, és um, Hát volt egy nagyon jó vicces rész, ami inkább uh, emlékeztetett Bakugóra, ahol uh, fel akartan gyújtani, ugye Hawks, uh, Hawksot endeavor uh, és ez uh, nagyon vicces jelenet volt, hogy ott mondta, hogy felgyújtalak te rohadék. És hazért uh, ugye a Todoroki házba endeavor, az engedték Todorokit is, és aztán Todoroki azt mondta Endavornak, hogy ha, van egy jó kis csúnya sebb helyed. <laughs> hát ez, én azt úgy képzelem, hogy legbelül tudod, aki azt mondta, hogy HÁ! A kalma visszavágott köcsög! Visszakaptad a sepphelyet, amit én kaptam miattad, szóval ez nagyon jó jelenet volt. szerintem Endeavor így belül sírt. Natsu eléggé ideges volt rá, bár hogy tényleg selejtként tekint rá az apja azért, ezt meg lehet érteni, és egy nevet említett, hogy uh, vele is ezt tette Endeavor, az a Tója név volt. És ugye nagyon sok teória van ebben a kapcsolatban, hogy Tója az Debi lenne, és uh, valamiért Debi gonosz lett uh, talán Endeavor nevelése miatt, vagy bármi miatt is. Uh, ez, uh, ez, a teória lassan kezd igaz lenni. És uh, ez, ez szerintem egyre igazabb, mert ugye volt az a jelenet, ahol Debbie nézi a város, és ott magában gondolkodik, hogy ja, hát ő volt az, akit megölt, akit eml említett ugye Endeavor, hogy megölte, és ugye ő azt mondta neki, hogy nem gondolkodott azon, hogy mennyi embert cselbe lehet így hagyni, vagy stb. És Debi azt mondta, hogy annyit gondolkodtam ezen, hogy már bele is őrültem, és, és azt a az annyira mély jelenet volt, számomra szóval annyira dív jelenet volt, hogy, hogy rendesen kétszer néztem újra, mert el hittem, hogy ez, ez annyira jól nézett, hogy, hogy, hogy néz a város, és így, ah, nekem kell egy ilyen debi. Endeval próbál első számú hősnek is uh, tökéletes lenni, és uh, végre apának is lenni, ami eléggé nehéz lesz a múlt után, amit tett uh, Todoroki-kkal, szóval eléggé nagy feladat uh, hárult rá, Szóval sok sikert neki, de végre megkaptuk, kit de volt, végre megkaptuk Dekuálmát, amire egy évet váltunk, mi anime rajongók, mi hősökadéma rajongók, hogy anime is láthassuk Dekuálmát. Végre láthattuk a lenyomatokat végig, és volt a végén két alak. És most jön a teória rész a kritikámba, hogy az utolsó alak lehet utalhat arra, ami a második filmben volt a Hős a második filmében. Ugye abban a filmben az volt, ha valaki még nem látta, akkor most tekerj át idáig. A második filmben az volt, hogy Bakugó megkapta Dekutól a Vanforolt Egy rövid ideig, ha úgy veszük a harcig. Azt nem tudjuk, hogy teljesen eltűnt benne a Vanforol, Az a álnyék nagyon hasonlít Bakugóra. A lényeg az, hogy... Megkaptuk a Vanforol első Örökösét is láthattuk, és alforvánt is, még akkor, amikor még nincs a fej szét aprítva, ha úgy vesszük. És volt egy kis párbeszédük, ahol beszélgettek a két testvér, ez is kiderült, hogy ketten testvérek, és ez nagyon érdekes rész volt, amiatt is, mert többet így megtudtunk róluk, a történetükről, a vanforról, eredetéről is, egy picit többet megtudtunk, mivel a Venforol első örökösének nem volt képessége. Igen, neki se volt képessége, és uh, lehet, hogy Olfa kapta a Venforolt. Ez, 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 nem tudom, én így vettem ki ebből a jelenetből. Aztán uh, hozzászólt végre Dekhoz az első számú van forról örökös, de ugye nem tudod többet mondani nálad, nem tudod többet mutatni, mivel csak 20%-ot bír használni Deku, és fel kell Deku. Kirepet az ablak, kirepet hát majdnem kibaszták az ablakot, az, az álmába kibaszta az ablakot Deku. Bármilyen hős lehet, bármilyen képességed lehet, de a van for all, az kibaszta még az ablakot is az álmodba. És aztán megkaptuk a harmadik résznek az előzetesét is, ami egy picit azért volt uh, nálam nem újdonság, amikor mondta Deku azt uh, felkiáltva, hogy ah, ő is uh, jön majd velünk harcolni. Uh, ugye Shinzorról van szó, de ugye már az előzetesekben is a posztelt, a 5. évad promóját is tel nyomták sinzóval szóval ezt tudtuk, hogy szerepelni fog, még akkor is, ha csak egy b harcol, és ugye Shinzo nem egy B-s. jók, vigyázzatok pagatokra, és uh, várok titeket a következő hősakadémia 5. évad kritikájánál is. Plusz ultra!